Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük ismét nézőinket a lét kérdésekről szóló beszélgetésünkben Molnár Csaba Bertalan testvéremmel, akivel megpróbáljuk, mint egyház jogot és jogot végzett emberek, egy kicsit felderíteni azt, hogy az egyház lét kérdései hogy függnek össze a gyülekezetek, a lelkészek, az általában templomba járó emberek lét kérdéseivel, és vajon lehet-e azt mondani, hogy minden, ami a Bibliában, minden, ami az egyházban megjelenik, az lét kérdés, vagy legalábbis annak kellene lenni számunkra. Ma speciálisan egyházi dologgal foglalkozunk, úgy, hogy közben meg fogjuk látni azokat a kitérőket, azokat a kitekintéseket, hogy egyházjog és világi jog között mennyi-mennyi hasonlóság van, és mennyi-mennyi olyan dolog van, amiről nem is gondolkodtunk el, de mégis alapvető igazság. Beszéljünk hát az egyház fegyelemről, amiről Bucer és Kálvin nagyon fontosnak tartja, és azt mondja, hogy elengedhetetlen, hogy legyen az egyházban, és alapvető jellemvonása az Isten igaz egyházának, a sákramentumok, az igehirdetés mellett, hogy legyen egyház fegyelem, és gyakoroljuk a diakóniát. De hát mi is az az egyház fegyelem? Kit fegyelmez az egyház fegyelem? Vajon a lelkészeket, vajon a gyülekezeti tagokat, vajon az egyházi intézmények dolgozóit, kikre lehet értelmezni az egyház fegyelmet? És vajon ugyanaz az egyház fegyelem ma, ami az Ószövetség idejében volt, Jézus idejének egyház fegyelme, az eltelt 2000 év egyház fegyelme, és hogy állunk ma a református egyházban? Van-e még olyan, hogy egyház fegyelem, Csabán? Röviden azt kell válaszolnom, hogy nincs. Ugyanakkor kellene, hogy legyen. Ugye a kérdésed, hogy kire vonatkozik az egyház fegyelem, tehát ez a papoknak, tehát lelkészeknek a fegyelmezése, vagy az egyháztagok fegyelmezése. Ugye a gyülekezetről szóló beszélgetésünkben ugye megállapodtunk abban, hogy ugye a lelkész is úgy értelmezi magát helyesen, mint egy olyan ember, aki nem fölött áll a gyülekezetnek, hanem része a gyülekezetnek, tehát úgymond első az egyenlők között. Tehát ha így nézzük, akkor a gyülekezet fegyelmezéséről van szó, és nincs értelme egyáltalán ketté választani azt, hogy most lelkészek fegyelmezése, illetve egyháztagok fegyelmezése. Itt a Krisztus testébe, a gyülekezetbe, illetve az egyházba tartozó tagok fegyelmezéséről kellene, hogy szó legyen. Nem tudom, te hogy látod, szerintem indítsuk ezzel így a beszélgetésünket. Én úgy látom, hogy úgymond a lelkészi rész kárára a egyházunk mai állapota az kicsit túlnyomja az egyház fegyelmezést. Hát igen, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy fegyelmezni azt lehet, akivel szemben van valami kényszerítő erőnk, akinek ki tudjuk kényszeríteni azt a kötelezettség mennyiséget, vagy azokat a normákat, amiket előírtunk neki, és aki fölött nincsen valamiféle hatalmunk, amire nem rendelkezünk kikényszerítő eszközökkel, ott gyakorlatilag hozhatunk bármilyen jogi normát, hozhatunk bármilyen törvényt vagy szabályozást, azt fogják mondani, hogy ha akarom, akkor elvállom, ha akarom, nem. Nem véletlen, hogy jelen pillanatban egyházi szempontból is egy lelkészt azt lehet büntetni, egy lelkészt, ha megfednek, az jelent valamit, felkerül a törzslapjára, ha egy lelkésznek olyan vétsége van, hogy palástatját elveszi, annak a megélhetését el lehet venni, tehát egyik pillanatról a másikra egyházi jogi alapon földönfutóvá lehet tenni egy lelkészt, ugyanakkor egy gyülekezeti taggal szemben teljességgel alkalmazhatatlanak az egyházi jognak a szabályai, mert megfedhetjük, na de mi történik? Mondhatjuk mi azt, hogy eltiltjuk az úrvacsorától, de hát meg kell, hogy mondjam, láttunk mi már olyat, nem is olyan messze, hogy valaki vétséget követett az egyik gyülekezetbe, ezt kimondták, mit csinált, fölállt, átment egy gyülekezettel arrébb, és az az ember, aki Sólyban mondjuk hibázott, az a kádártai vagy a litéri gyülekezetben kiváló egyháztagnak tekintették a továbbiakban, hiszen nem volt máskor jog következménye, csak abban az adott egy gyülekezetben, senki más nem ismerte az ő bűnét és hibáját vagy tévedését.
csak abban az egy gyülekezetben, ahol ezt elkövette, és még egy lelkésznek ugye a megélhetése, hogy az egyház keretein, a gyülekezet keretein belül maradjon, addig egy világi ember, mondjuk egy könyvelő, közgazdász, jogász, de egy kétkezi munkás is, hát, ha nem a hajmáskéri templom ajtaján zörget be, hanem egy faluval arrébb, mondjuk Kádártán vagy Gyulafirátóton, senki nem is fogja tudni, és valószínűleg tartom, hogy ha én mennék és vinném, hogy kedves testvérem, az XY presbitérium határozatot hozott arra, hogy ez az ember nem urvacsorázhat, akkor is a másik lelkész ezt vagy tudomásul venné, vagy nem. Lehet, hogyha ismerjük egymást, és itt van a szomszédban, igen, de hogyha néhány faluval arrébb van, vagy esetleg átmegy egy másik egyházmegyében, mert mondjuk megyehatári gyülekezetről van szó, akkor ott már semmit nem jelentene ez a fegyelmező erő. És valljuk be őszintén, tehát egy olyan egyházi törvénykönyvünk van, ami a papokat tudja büntetni, de az egyháztagokat nem. Mégpedig azért, mert hogyan büntessük azt, aki fölött nincs hatalma. Tehát, és az egyház fegyelem, ez mindig egy hatalmi kérdés. Ki az, akinek jogában áll eldönteni, hogy az bűn vagy nem bűn? Ki az, akinek jogában áll megmondani, hogy milyen büntetést lehet kiszabni? Milyen tehertétel jár azért? Milyen ellentételezés jár azért, amit ő elkövetett? És olyan, hogyan tudjuk arra rábírni őt, hogy önként fejet hajtson ezelőtt, és ami 100-200 évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy egy megesett lány kiállt a pellengérkőre, azt ma nem tudnánk rávenni Gizikét, vagy nem érezné büntetésnek, hogyha azt mondjuk, hogy nem jöhetsz templomba két hétig, megy egy hónapig, vagy egy évig, míg nagyapáink, nagyanyáink idejében volt olyan büntetés, és tudunk róla, hogy a templom ajtóból kellett hallgatni az Isten tiszteletet, és résnyire kinyitották, hogy legalább ilyen módon része legyen a közösségnek, hallja az ige hirdetést. Ma, ha azt mondjuk valakinek, hogy nem jöhetsz templomba, megvonja a vállát, és azt mondja, hogy hazamegyek és megnézem interneten a közvetítést a valamelyik másik templomból, vagy jobb esetben azt mondja, hogy hála Istennek, akkor erről is letettem. Valljuk be őszintén, szembe kell néznünk ezekkel a tényekkel. Hogyan látod te ezt, kedves esélyt? Én úgy látom, hogy, és itt egy kicsit puskázok egy saját régebbi írásomból, hogy miben látja Calvin az egyház fegyelemnek a hármas célját. Calvinnál mindig ilyen hármas hasznok, hármas célok vannak, de egyébként nagyon jól fogalmazza meg ő ezeket. Azt mondja, és ez egy szó szerinti idézet az institúcióból, ugye az első célja az egyházfegyelemnek, hogy ne sorolják a keresztjének közé Isten sérelmére azokat, akik hamis és gyalázatos életet élnek, mintha az ő szent egyháza becstelen és vétkekkel fertőzött emberek bűnszövetkezete lenne, egészen pontosan így fogalmaz Calvin. A második jelentősége, illetve a második célja az egyházfegyelem gyakorlásának az, hogy a gonoszok folytonos jelenléte ne rontsa meg a jókat, amint ez lenni szokott. Ezt is Calvin teszik hozzá. Tudom, mit helyben a légy mondja Víjon, és az Úr illatos keletjét megbüdösíti a belé hullott légy. Így van. A prédikátor. Így van, és hát nyilván ezt egyfajta empirikus tapasztalatai úton mondja Calvin is, hogy ahogy az lenni szokott. És a harmadik, ami tulajdonképpen meghagy egy visszautat. És azt mondja Calvin, hogy a harmadik célja pedig az egyházfegyelem gyakorlásának az, hogy a megfenyített bűnös bűnbánatra jusson. Ami azt jelenti, hogy nekünk tovább is szeretettel, és lehet így fogalmazni, lelki gondozói attitűddel kell hozzáállnunk az ő irányába, pontosan azért, hogy neki legyen útja hozzánk. Mert ugye tulajdonképpen az egyház fegyelemnek a legfőbb szankciója az, ugye biblikusan is az, itt vallásaink szerint is az, hogy a gyülekezet sákramentumi közösségéből való ideiglenes kizárás, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy ideiglenes kizárás, mert mindig meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy az illető visszatérjen. Tehát, hogy a megtérő bűnös az visszataláljon a gyülekezet közösségébe, és visszataláljon a gyülekezet sákramentumi közösségébe, és így Krisztussal, tehát egy horizontális és egy vertikális úton, tehát Krisztussal és a gyülekezettel is úgymond helyre állít,
csak a kapcsolatát. Nem lehet, hogy az a legnagyobb baj, hogy arról is különböznek ma a véleményei az embereknek, hogy mi az a bűn. Tehát igazából, tehát nagyon sok esetben az egyház fegyelmet és az egyház jognak, ha fogalmazunk így a büntető jogi részét, az nehezíti meg, vagy azt teszi lehetetlenné ennek a gyakorlását, jelesül az egyház fegyelem gyakorlását, hogy egyszerűen mások a bűnről alkotott vélemények, és amit a 21. század embere nem tart bűnnek, az bizony a 18., 17., 16. század embere akár halálos bűnnek tartotta, és az, hogy a mai kor szabadossága, amely én állítom, hogy a végig nem gondolt életvitelből jön. Mert hogyha végig gondolnák, akkor az Isten nagyon logikus rendjét, a kálvini institúciónak a kristály tisztán jogi úton levezetett percről percre minden szájbarágos és elmagyarázott útját választanák, ehelyett választanak egy sokkal felelőtlenebb, egy nem a megértésen, hanem a pillanaton alakuló világnézetet, amiben ma ez a bűn, holnap ez a bűn, ma ezt az oldalát nézem az éremnek, holnap. És hogyan tudná magára vállalni bűnként az elkövetett cselekedetét, ha nem érzi a súlyát? És hogyan lehetne az egyház fegyelmet gyakorolni valakivel, aki úgy gondolja, hogy ő nem bűnös, ő nem kaphat ezért büntetést, mert a társadalom nem tekinti bűnnek, a társadalom nem veszi alapul jogi normának semmiképpen sem a Biblia tanítását, pláne nem a kálvini institúciót. Ebből adódóan egy feszültségben él a jelenkor embere, hogy mit szabad, mit nem szabad. És megfeledkezik arról, hogy tulajdonképpen Isten jót akar neki, amikor a törvényt ad. Nem gátolni akarja, hanem határok közé szorítani, amely határok között kiteljesedhet. Igen, és én azt tenném hozzá, hogy még elő is szomorúbb az az állapot, amikor úgymond a többségi társadalom, illetve nem csak a többségi társadalom, hanem egyházon belüli adott esetben magas vagy középmagas tisztséget viselő lelkészek is azt mondják, hogy hát mi ebbe a bűn. Tehát egy példát mondok. Tehát amikor én arról beszélgettem egyszer egy régen már egy református, egy esperes kollégánkkal, lelkésztestvérünkkel, hogy tulajdonképpen a mi egyházi törvénykönyvünkből hiányzik a házasság jog. Abban a szépen felépített rendszerben, ami például a római katolikus kánonjogban él, és illető esperes testvérünk annyit mondott így lesöpörve a témát az asztalról, hogy ennek nekünk külön házasságjog az egyházi törvényben, hát ott van a családjogi törvény. Csak hát a jelenlegi családjogi törvény, legyen az akármilyen, most egy relatív emberi szempontból jó vagy rossz, az mégsem kompatibilis a Biblia tanításával. Így van, és mondjuk ki őszintén, hogy nagyon-nagyon sajnálatos az, hogy egyébként nincs jogharmonizáció, semmelyik oldalról nincs meg a kezdeményezés, hogy egymás nyelvén beszéljük, pedig higgyék el, kedves nézőink, hogy a jog az egy leíró tudomány. Az nem arról szól, nem állít önmagában semmit, hanem megpróbálja rögzíteni azt, amit a felek el akarnak mondani. Az egyházjog például az Isten előtti egyenlőség kifejezésre juttatása a jog leíró eszközeivel. Semmivel több. Minden ember Isten előtt egyenlő, és ezt egy bonyolultabb szabályrendszerrel megpróbálja lekövetni. Miért? Mert az emberi élet nem egy olyan egyszerű dolog, hogy minden fekete és fehér lenne, nem egy olyan egyszerű helyzet, hogy csak egy ajtón megyünk be egy életen keresztül, hanem általában 5-6-7 ajtóból kell választani, és lehet, hogy a jó út az, hogy egyik nap az A ajtón megyek, másik nap a B-n, a harmadikon a C-n, negyediken a D-n, de hogy ezt pontosan mit csinálok, miért csinálom és hogyan csinálom, azt önmagam számára is, embertársaim számára is, akkor tudom megtenni, ha van egy leíró nyelv. Na ez a jobb nyelve, ami bonyolult, nagyon sokszor az egyszerű ember számára érthetetlen nyelvnek tűnik, de valójában semmi más, mint újrafogalmazása egy speciális nyelven, ami hétköznapi józan paraszti ésszel elgondolt dolgainknak. Az egyházfegyelem és az egyházjog nyilván az Isten előtti egyenlőségünk
alapján próbálja szabályozni az egymáshoz való viszonyunkat. És amikor egyház fegyelemről beszélünk, akkor azért lenne nagyon fontos az, hogy meglegyen benne a kikényszeríthetőség mindenkivel szemben, ami nyilván az Úristennél megvan, de mi ezt mégsem érezzük annyira a hétköznapokban, illetve lenne benne egy önkéntesség. Mert hogy ha nem tudom kikényszeríteni, akkor a saját lelkiismeretemnek kéne lenni annak a kikényszerítő erőnek, amikor a feddést magamra veszem. Amikor én belátom, hogy hibát követtem el, vagy a XY bűnös belátja a hibáját, elfogadja a feddést, és valóban önként távol marad az úrasztali közösségtől, hogyha olyan súlyú a bűne, és ennek minden mélységét megéli, és mondjuk úgy, hogy szinte zokogva lélekben otthon gondol arra, hogy míg a többiek részesülnek a kegyelmi ajándékban, és abban, hogy ott lehetnek egyek az úrasztalánál, addig én kimaradtam ebből, én most vesztettem, fogyatkozásom van ebben, és megpróbálok megváltozni, hogy jobb életet éljek önkéntesen, mert nekem az az érdekem, hogy jobban legyek az Istennel, az az érdekem, hogy olyan életet éljek, amit ő megpróbált elém elmondani, és ugye a lelkésztől, a papoktól tanítás, az ő szájából várják a tanítás, Malakiás proféta gyönyörűen elmondja, azért hallgatom a papot, mert az ő szájából jön az a tanítás, ami nekem megmutatja, hogy hogyan lehetnék jobb ember. Na most itt szeretnék csatlakozni, ugye önkéntességről beszélünk. Létezhet olyan ebben a szempontból, hogy egy pozitív önkéntesség, illetve egy negatív önkéntesség. Hiszen, hogyha az egyházfegyelmet mondjuk a Heidelbergi Káténk tanításának a kontextusába tesszük bele, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy az egyházfegyelem tulajdonképpen a kulcsok hatalmával való élésnek az egyik aspektusa. Ami elsősorban ugye a gyülekezetnek lenne a felelőssége. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a kulcsok hatalmának van egy másik aspektusa is, és tulajdonképpen mind a kettőnek ugyanaz a célja, a Szent Evangélium hirdetése, hiszen az egyházfegyelem és a Szent Evangélium hirdetése mind a kettő arra szolgál, hogy nyittatik, illetve záratik az ember előtt a mennyország ajtaja. Egyházfegyelemnél ugye úgy, hogy hozunk egy jogi határozatot, hogy valaki távol kell, hogy maradjon a sákramentumi közösségtől, a gyülekezet közösségétől, és ha ez nem megvalósítható, már pedig jelenleg egyházunkban ez nem megvalósítható, akkor én úgy látom, hogy a kulcsok hatalmának a másik aspektusára kell helyezni a hangsúlyt, a Szent Evangélium hirdetésére, az ige hirdetésére, mert paradox módon, hogyha következetesen ítéletet, kegyelmet egy patika mérlegen egyensúlyban tartva korrekten hirdetjük az igét, nem elhallgatva a bűnt, nem elhallgatva gyülekezetünk, egyházunk fogyatkozásait, akár a saját fogyatkozásunkat, akkor előbb-utóbb, és én magam is tapasztaltam, és ezt többen is tapasztalták, akik így elkezdtek következetesen prédikálni, hogy az, amit az egyházfegyelem által nem tudunk elérni, az tulajdonképpen magától, a Szent Evangélium hirdetése által megvalósul, mert egy negatív önkéntességből, akik nem hajlandók alávetni magukat az Isten akaratának, az Isten igéje által, azok távol maradnak, tehát úgymond önmagukat zárják ki a gyülekezetnek a közösségéből és a gyülekezetnek a sákramentumi közösségéből. Persze a jó az lenne, hogyha lenne ez a pozitív önkéntesség, amikor én azt mondom, hogy a Szent Evangélium hirdetésére önmagamban nézek, lelkiismeretemben nézek, Istent kérem arra, hogy bocsássa meg az eddigi bűneimet, és akkor nyissunk egy tiszta lapot, és hogy haladhassak én úgy, ahogy kell nekem haladnom az én keresztény életemben, egészen életem végéig a megszentelődésnek az útján. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bár egyház fegyelmet a maga kálvini biblikus értelmében
vagy ahogy ugye református elődeink gyakorolták, nem tudjuk gyakorolni, de talán nincs veszve minden, mert a Szent Evangélium határozott, korrekt, tiszta biblikus hirdetése, az pótolhatja csodálatos módon ezt a dolgot. Végszónak is kiváló lenne, de hát hála Istennek van még egy kis időnk, úgyhogy igazából egyházunk jelenével és az egyházi törvényeinknek a hiányosságával én úgy érzem, hogy fontos egy kicsit beszélni róla, nem csak azért, mert ebből doktoráltam, és hát ha az ember egyszer eljut idáig, akkor ez egy nagyon fontos problémává válik az, amiben egyszer beleásta magát, de lássuk be őszintén, hogy egyházunkban olyan emberek is kapnak tisztségeket, világiakról beszélek most, nem elsősorban lelkésziekről, akik felelősséget nem kapnak hozzá. Tehát nagyon sok esetben a presbiter választásokon csak azért szinte lasszóval megfogják az embereket, hogy meglegyen a létszám, csak azért, hogy egy gyülekezetnek a működését biztosítsuk, és bevallom őszintén magam is, nem a saját gyülekezeteimben, de láttam olyat, amikor viszonylag nagy értékű egyházi vagyont a rendszerváltás után a gyülekezet visszakapott, majd az egyik presbiternek a kicsi fia megvette minimális összegért, és annak az összegnek a több százszorosáért cserélt gazdát néhány éven belül ugyanaz az egyházi ingatlan, ami mondjuk úgy, hogy a világban hűtlen kezelésért nagyon súlyos büntetéseket vonna maga után, itt pedig annyi történt, hogy hát a presbiterek nem vállalták a felelősséget azért, hogy ők anyagilag hoztak egy rossz döntést, senki nem vállal felelősséget. Egyházunkban óriási vagyon van mind a mai napig viszonylag kis gyülekezetek kezébe, akár csak egy parókia, ami több 10 milliót érhet, egy templom, ami akár 100 milliós, vagy ha komoly műértékek vannak benne, akkor még nagyobb értéket képvisel, és ezeknek sincs jogilag leszabályozva a védelme, és amikor presbitériumok hoznak egy olyan döntést, amivel mondjuk halálra ítélnek egy templomot, vagy halálra ítélnek egy gyülekezetet, akkor utána felteszik a kezüket, és azt mondják, hogy mi jót akartunk, és mondjuk úgy, hogy ha a Damoklész kardja nem lóg a feje fölött valakinek, akkor könnyedén hoz könnyelmű döntést, végül is nem a miénk volt. Igen, pokolhoz vezetünk, hogy jó szándékkal van kikövezve, hogy én magam is ismerek egy ilyen történetet, egy bizonyos gyülekezet, most név, tényleg nem említessék se egyházkerület, se egyházmegye, ahol ahelyett, hogy ugye az örökös járadékot választotta volna a gyülekezet, ami valójában, hogy nagyon sok vidéki, falusi gyülekezetnek azért egy biztos pont, egy biztos kiegészítés, mert ezáltal tud működni a gyülekezet, ezáltal tudják fenntartani a lelkészi állást, és érzelmi alapon hozott a presbitérium egy olyan döntést, és fiatal, kezdő, tapasztalatlan a lelkész feltette a kezét, és nem tudott rá mit mondani, pedig csak egy nagyon határozott, erélyes meggyőzés kellett volna ahhoz, hogy ne az érzelmeink döntsenek, vagy ne az döntsen, hogy nagyapám hordta a követ ahhoz az iskolához, stb. Az lett az eredménye, hogy vélen is vissza mindent, egészen pontosan így fogalmazta meg a adott gyülekezet presbitérium a döntését, és akkor mi lett a vége? Hogy azt az iszonyatos mennyiség ingatlant, amit visszakapott, nem tudta fenntartani. Elkútja vetélte ilyen-olyan pénzekért, nagyon-nagyon alacsony áron, nagyon gyakran, és abból egy darabig tudott élni a gyülekezet, csak amikor az utolsó ingatlan is el lett adva, akkor kellett előre nézni, hogy most akkor hoppá, mi lesz. És valóban ez van, hogy ezért kivállalja a felelősséget. Így van, tehát sajnos erre egyházi törvényeink nem ismernek igazából választ, és talán érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy azt a, ha másnál fogalmazunk, így többszintű egyháztagságot bevezessük, amit Márkus püspök úrtól hallottam először, hogy legyen mindenki egyháztag, aki annak hallja magát, és hajlandó bármit mondani, mindenki református, akiről a szomszédja azt mondja, hogy református, mondta az egyik rabbi Budapesten, hogy ők úgy határozták meg, hogy ki a zsidó, hogy akiről a szomszédja azt mondja. Hát nálunk is, akiről a szomszédja azt mondja, hogy református, legyen református. De gyülekezeti tag, és aki igénybe veheti az egyháznak mondjuk így a szolgálatát,
és szándékosan nem szolgáltatás. Az az, aki anyagilag is támogatja, tehát az egyház fenntartói járuléka. De valós egyháztag, választójoggal rendelkező egyháztag, az egyház kérdésében felelős döntést hozó ember, az csak olyan legyen, aki egzisztenciális vállalást tenne arra, hogy a döntéseért a felelősséget vállalja, és kimondja azt, hogy ha nem tud dönteni, akkor igenis kéri, hogy az egyházi felsőbbség, akik szintén felelősséget vállaló emberekből legyenek, akkor adjon tanácsot, vagy hozza meg helyette a döntést. Mert jelen pillanatban egy kicsit olyanok vagyunk, hogy azt nem merjük bevallani, hogy valamihez nem értünk, mi mindenhez értünk, divatosan szólva mindenhez is értünk, és ilyenek presbitereink is, majd ha valami nem sikerül, akkor fölteszik a kezüket, és azt mondja, ja, hát nem az én szakmám, én nem tehetek róla, hát akkor zárjuk be a templomot, hát akkor menjen a pap valahová. És tulajdonképpen, ha egy polgárjogi szerződés is van, akkor is ki az aláíró? Lelkész gondok. Kik vállalnak felelősséget ezért az egészért? Főként a lelkész, meg egy picit a gondok. Na most egyház fegyelmi kérdés lenne igenis az, hogy kialakítsuk azt az egyház hierarchiát, amelyben meghatározzuk, hogy kinek milyen felelőssége van, mi az, ami már anyagi felelősség, mi az, ami erkölcsi felelősség, mi az, ami az egzisztenciáját veszélyeztetheti egy lelkésznek, egy tévedése, egy bűne, egy hibája, mi az, ami biztos nem fenyegeti, mit csináljunk a visszaeső bűnössel, és hogyan bocsássuk meg annak, aki megtérő szívvel is jön. Ja, és ezt hogyan csináljuk egyformán a Magyarországi Református Egyház minden egyház kerületének, minden egyház megyének, minden gyülekezetében. Hiszen egy jognak, egy törvénykönyvnek, egy egyház fegyelemnek akkor van értelme, hogyha univerzálisnak tudjuk tekinteni, és ez az univerzális, ez most legyen a Magyarországi Református Egyháznak az összes gyülekezete, és abban minden egyes tisztség is elő. Hogy ne álljon elő az a helyzet, amivel mind a ketten prédikáltunk az elmúlt vasárnap, hogy személyválogatók vagytok, amikor utazást adtok, amikor ugye valaki más a papukat megfeddi. Így van, megfeddi. Nagyon nehéz akkor jó döntést hozni, hogyha nincs megfelelő támogatás, nincs megfelelő kézikönyv ahhoz, hogy döntsünk. Az Úristen a Szentírást azért adta nekünk előnkbe, hogy egy kézikönyv legyen, az egyház jog pedig ahhoz kéne, hogy az egyháznak a földi működését valamilyen leíró tudomány úgy rögzítse számunkra, hogy egy esperes, egy püspök, de a legegyszerűbb lelkész is pontosan tudja azt, hogy milyen vétségért milyen büntetés jár, halmazati büntetés esetén milyen súlyosbító van, és vajon mi az a minimális feltétel, amit ahhoz meg kell tennie, hogy bűnei megbocsátassanak, hogy tiszta lappal újra kezdhesse, vagy mi az a bűn, aminek egyszerűen nincs bocsánat, és el kell búcsúzni. Persze nagyon jól tudjuk, hogy az Úristen kegyelme az mindennél nagyobb, és mi nem fejezhetünk be egy műsort azzal, hogy hogyan kell valakit lefejezni. A mi célunk, hogy fölemeljük a másik embert, és amit mondtam, kifejezésre juttassuk az Isten előtti egyenlőségünket egy leíró kerettel, amit jognak hívunk, amit törvénynek hívunk, és amit Isten azért adott nekünk, hogy felemeljen minket is, a tekintetünket az ég felé irányítsa. Épp ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a horizontális jog helyett a vertikális jogot, mondjuk így az égre tekintő jogot hirdessük az embereknek, mert olyan ez, hogyha egy fának lenyírjuk a tetejét, akkor széltébe fog nőni. Ha lenyírjuk az oldalát, akkor fölfelé fog nőni. Nekünk lelki templomokká kell növekednünk, fölfelé az Úristenhez, és adja meg az Úr, hogy a törvények szem előtt tartásával, azoknak ismeretével, minél precízebb megfogalmazásával élve, fegyelmezett, Istennek tetsző életet tudjunk élni. Áldás békesség! Áldás békesség!